Köszöntöm kedves nézőinket, mind magam, mind pedig kedves munkatársam Vértes Imréné nevében is. Ez itt a Gólyahír, a Bölcsbagoly Természetvédelmi Oktatóközpont műsora. Kedves nézőink, most már az akácillatú májust éltük és töltöttük el. Ez a hónap tele van illatokkal, színekkel, virágokkal és madárdallal. Na és persze az aranyat érő májusi esőkkel is, bár ami ezt illeti, az időjárás ezzel egy kicsit túllőtt a célon, mert időnként olyan mennyiségben zúdult ránk, minthogyha dézsából öntötték volna. Mi csak hallgassunk. Sőt, ránk nem így zúdult annyi, mint bizonyos helyeken. Igen, még egy bizonyos helyeken még jég is jött, mint ahogy sikerült fényképezni. Hát az nagy kárt. Éppen a nemrég Tiszadob határába és a Kesznyéteni tájvédelmi körzetet vert el úgy a jég, hogy ihaj. Az igazság az, hogy a természet ennek ellenére hát meghálálta ezt az időjárást és az esőt, mert minden gyönyörű élénk zöld lett és virágba borul. Szóval ne panaszkodj. Egyik nap levágják a füled, másik meg ugyanolyan nagy. Igen, körülbelül így lett. Kedves nézőink, a műsorunkat mindig a beköszöntő után az aktuálissal szoktuk kezdeni, hogy mi történt a természetben legutóbb. A május közepén ellenőriztük a tiszalöki parkerdőbe kihelyezett madárodukat, a mesterséges fészekodukat, amiben azt tapasztaltuk, hogy a cinkefiókák zöme már kirepült. Ennek ellenére még találtunk olyan odut, amiben bent lapultak a tollas fiókák, és vigyáznunk kellett, hogy ki ne ugráljanak miközben. És ennek ellenére a sok fióka kirepült, széncinege csend van. Igen, és amikor kimegyünk, alig találunk széncinkét, de ugyanígy jártunk a csúszkákkal is. A csúszka odú egyébként jellegzetes, mert a csúszka mindig tapasztja az odút. Ezt azért csinálja, hogy ha nagyobb a nyílás, akkor olyanra tapasztja, hogy csak ő férjen bele. De ha nem elég nagy a nyílás, akkor köréje rakja. Ha pont olyan a nyílás, de neki tapasztani kell, tehát ilyen nincsen, hogy ő ne tapasztan, akkor valamit csinál, vagy kint, vagy bent. Lehet is látni a képen. Itt is éppen kirepülés előtt kaptuk el a fiókákat. És örömmel jelenthetem, hogy a május közepére megérkeztek a homok és löszfalak csodálatosabb trópus színekben pompázó madarai, a gyurgyalagok, amelyek most csapatosan prüttyögve repülnek a levegőbe, hátyásszárnyú rovarokra vadásznak, legtöbbször szitakötőket kapnak el. És a méhészek rémei? Hát ha a kapdár ott van a telepükhöz közel, akkor bizony megdésmálják a méheket, és nem véletlenül hívják méhészmadárnak. Igen. Nos, ennyit az aktualitásról. Kedves nézőink, akik szokták nézni a műsorunkat, tudják, hogy az idén különböző hazánkon kívüli nemzeti parkokba kirándulunk, és ezeket mutatjuk be. Ebben a hónapban Lengyelországba megyünk. Na, mit gondolsz, hova? A Bialovizsei Nemzeti Parkba, ahol már jártunk is, tehát a szemlélő tudatával fogunk beszámolni a látottakról. A Bialovizsei Nemzeti Park, mint mondtam, Lengyelországban van, és Európa utolsó őserdeje. Emlékszel, milyen gyönyörű volt? Igen. 15 000 négyzetkilométer. Tehát hatalmas volt, tehát busszal járkáltunk keresztül Kassul rajta. Ebből 300 négyzetkilométer, ez 30 ezer hektár, szigorúan védett. A 1921-ben nyilvánították védetté a lengyelek, akkor, amikor megalakult a első világháború után a független Lengyelország, majd 91-ben nemzeti parkká minősítették, 92-ben bioszféra rezervátum, már ez egy rendkívül szigorú védettségi fokozatot jelent, ahol nincsen emberi beavatkozás a védett területen. Mindent hagynak úgy, ahogy a természet működik, sőt, világörökség is lett. Hát nem csodálom, mert olyan is volt. Megdöbbentően romantikus és szép. A nemzeti park az a
Egyébként, hogy milyen csodálatosan szép itt a képek is mutatják, hogy valóban őserdő. A Balti-tenger és a Fekete-tenger vízválasztóján helyezkedik el ez a terület. Érdekes, közvetlenül a volt szovjet határon, a most már nem orosz, hanem a bielorusz határ mentén fekszik. Annak idején, míg volt lengyel királyság, akkor ez királyi vadászterület volt, majd amikor az oroszok lerohanták és megszállták Lengyelországot, Lengyelország megszűnt Lengyelország lenni, akkor cári vadászterület volt. Ennek a maradványait láthattuk mi is, ugyanis óriási építkezéseket folytattak, istállók, kocsiszínek, vadászlakok és egyebek, amiket most a lengyel kormány gyönyörűen szállásokká épített át, tehát ott jó lehet megszállni. Az érdekes az, hogy a II. Világháborúban óriási pusztítás ment végbe, a németek, különösen Göring szeretett itt vadászni, és majdnem mindent kiirtottak, ennek ellenére ma gyönyörűen helyreállítottak mindent. A terület északi és déli felén erdőgazdálkodás folyik, de nemrég hallottam éppen a televízióban erről egy műsort, hogy a természetvédők azért küzdenek, hogy ez se legyen, hanem az egész terület úgy, ahogy van, védett legyen és ne legyen gazdálkodás rajta. A turizmus az nyitott, tehát bárki mehet megnézni, de csak vezetővel, és csak ellenőrzés mellett. Hát mi lehetett választani, hogy német nyelvű, lengyel nyelvű, vagy angol nyelvű vezetőt kérünk. Mi egy angol nyelvű vezetőt kértünk. A ottani baptista lelkész volt, aki a szállásunknak is a gondnoka volt. Aki nagyon csalódott bennünk, mert az esőbe is mentünk. Az egy másik volt, az egy tanár volt az erdészeti szakközépiskolában, de ez is csalódott, mert tilos volt a szálláson szeszesitart fogyasztani, nem is akartunk, és aztán egyik... Na jó, hát egy keveset akartunk. Igen, de aztán a végén kiderült, hogy együtt sörözött a hallgatóinkkal, akikkel együtt voltunk. A Nemzeti Parkhoz még 20 rezervátum és 90 kisebb védett terület is tartozik. Emlékszel, voltunk is ilyen helyeken, ahol különleges madarakat figyeltük, a kárpodápuszokat például. El kell mondanunk, hogy itt a fák állva halnak, meg a képen is látható. Eldől, akkor kinyílik az erdő, ott egy kis tisztás lesz, és jön az új, a növendék. A fák átlagos életkora, kapaszkodjanak meg, kedves nézőnk, 130 év. Óriási. És az átlag magasság az 45 méter, de igen, láttunk olyan kőrisfát, amely 60 méter magas volt. Gondoljuk csak el, hogy magasabb, mint a református templom tornya. Hogyha összetudjuk hasonlítani. Alig lehet látni a tetejét. Igen. Úgy az egyik kollega úgy megtámaszkodott neki, emlékszel, hogy Zsolti, igen, hogy vajon ki tudja dönteni, és hát ott nevettük, hogy a uralkodó növénytársulás a gyertyános hársas, amelyet a gyertyán alkot, és a kislevelű hárs. De nem olyan egyhangú ám ez az erdőtársulás, mert emlékszel, hogy volt benne nyír, aztán hogy hívják, kocsányos tölgy, igen szép és igen, igen, igen nagy számba, magas kőr is, óriási méretű magas kőr, sőt rezgőnyár is, aztán korai juhar, valamint, hogy mégis színesebb legyen, hiszen éjszakra van tőlünk, erdei és lucfenyő is, tehát gyönyörű volt, és ez teszi olyan színessé a madárvilágot, a madárvilágot is, majd arról még külön szólunk. Az aljnövényzete is olyan gazdag, hogy igazán csak néhányat tudunk megemlíteni. Ilyen a rendkívül finom gyümölcsöt adó fekete áfonya, amire ugye te nem resteltél minden egyes fekete áfonyáért lehajolni és bekapni egyet, én meg csak néztem, hogy a fenébe bírod. De ilyen a vörös áfonya akkor még nem érett, mert az mindig később ér, ez igen, még gazdagabb C-vitaminban. Aztán kora tavasszal nyílik az odvas kertike, amely azért kapta ezt a nevét, mert a gumó olyan a föld alatt van, belül üreges, tehát odvas. Aztán ugyancsak kora tavasszal nyílik, és sárga szőnyeget terít a még nem kilombosodó erdő alá a salátaboglárka,
ezt követi aztán az olocsán csillaghúr, amely hófehér szőnyeget alkot szintén. És van egy ritka növény, amely nálunk már nincs, mert és az ömmel hegyvidéki vagy északabbi, ez az árnika. Gyönyörű sárga virága van. És félve mutatták be ezt az erdészeti szakközépiskolának a tanára vezetett bennünket, akire az előbb utaltál, az egyvirágú körtikét. Nagyon ritka növény ott is. A mélyebb, vizes területeken égerlápok alakulnak ki, ilyen lábas égerekkel, ahol az enyves éger hozza ezeket létre, ahol szinte átláthatatlan sűrűséget alkot a sárga virágú erdei mennyúj hozzám. Emlékszel, azzal szoktunk játszani. Igen. Megpiszkáljuk a termés, és akkor szétrugja. Így terjed. A nagy csalán természetesen, és fára fölfut, meg a bokrokra is, de inkább ott fák vannak, az ebszőlő csúcsorra, meg gyönyörű lila virágai van. Nem, sokan nem hiszik, ez a burgonyának közeli rokona. És erősen mérgező. Gyönyörű piros bogyói vannak, úgyhogy mindig fölhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy hozzá ne nyúljanak. A területnek a vizét, a lápoknak és egyáltalán a vizes területeknek a vizét a Neravka patak vezeti le, itt a képen is jól látható, ez gyűjti össze. És talán ennyit a növényekről, inkább most az állatokról néhány szó, hisz annyi állatról tudunk beszélni, hogy estig eltartana. A gerinces élővilága rendkívül gazdag, és ezek közül a két éltőekkel kezdjük. Itt találkoztunk a barna varangyal, amely erdőben él, szárazföldi, csak a nász idején megy vízbe, de több ilyen béka is van. Ilyen a gyepi béka, amely itt nem hegyvidéken él, mint nálunk, hanem lent, mert északon van, hatalmas, nagy, rózsaszínes, barna béka. De ilyen az erdei béka, amely hatalmas ugrásokkal megy az erdőbe, avarszínű szinte. A legnehezebben megfogható béka. Alig lehet megfogni, és meglátni is alig lehet, mert a avarba teljesen belesimul, de a mocsári békával is találkozhattunk. Erre az jellemző, hogy a nász idején szándékosan nem mondok párzást, mert a béka nem párzik, még akkor is igaz ez, hogy kedves nézőink talán láttak, hogy egymás hátán ülő békákat a nász idején, ahol a hím karolja a nőstényt, ez azért van, hogy ahogy a nőstényből jönnek ki a peték, akkor ott rögtön meg is termékenyíti. Nos, tehát a külső megtermékenyítés van. Igen, a mocsári békának a híme a nász idején csodálatosan kobaltkék színre változik. Láttunk ilyet. Igen. Valami eszményen szép béka. Erre szoktam mondani mindig a tanítványaimnak, hogy belekékül a házasságba. Persze, hagyd tegyem hozzá, Magyarországon is lehet ilyet látni. Bőven, van természetesen. Már. És természetes, ugye a legaranyosabb pici kis békánk, a zöld leveli béka is otthon van. Hozzáteszem, nem mindig zöld, attól függ, hogy milyen környezetben van, mert mi találkozunk már sötétbarna, meg ezüst színű. És érdekes módon, aki a békától fél, ettől az sem. Igen. Nos, a hüllőkről is egy-két szót, három fajt említünk itt meg. A legközönségesebb a fürgegyik, amely főképpen a gyepes területeken rohangászik. A elevenszülő, vagy hegyi gyíknak is hívják, de itt inkább jobb az elevenszülő gyíkot említeni. Ez az erdőben is közönséges. Amely szintén nem szül. Nem szül, hanem a testében költi ki a tojásokat, és azt elevenen tolja meg. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen 18 cm-es kis gyíkocska, mint a képen is látható, ez 8-9 ilyen 3-4 centis fiókát képes világra hozni. És végül a vízisiklót említjük, amely természetes, hogy itt a vizes területek miatt szép számmal előfordul. A leggazdagabb azonban a madárvilága. Hát mi ugye elsősorban ezért mentünk ki, de azért minden érdekelt bennünket. Közel 200 faj ismert a területről, ezért csak néhányat említünk. Ilyen a féltett fekete gólya, amely itt
fészkel, és a daru, amely szintén fészkel a mocsaras területeken. Hát ezekkel ősszel szoktunk itt találkozni Magyarországon, a vonulás idején, akkor ott csak meséltek róla. Hát állítólag nálunk is kezd fészkelni a daru. Ne áruljuk el, de közölték is, már bizonyították is, hogy tavaly már fészkelt a daru. A fenyővel elegyes területeken viszont a fajtféléknek egyik faja, a császármadár fordul elő. Nálunk nagyon gyéren található, talán a Bükkbe és a Mátrában néhány példány. Számos ragadozó madár is otthon talált, mi is láttunk, találkoztunk a rétisassal, a legnagyobb ragadozó madár. A jelenlétét a itt található vizes területek és a Szienianovka tó magyarázza, ahol halat tud fogni, de ilyen a békászósas, őt is láttuk repülve. Ez a sas az képes úgy, mint a tyúk, a földön mászkál és szedegeti tényleg a békákat, meg ami számára megfelel, persze pockot is eszik. De láthattunk darázsölyvet, amely fiókáit csak úgy tudja biztonsággal fölnevelni, hogy a földből kikapart darázsfészkeknek a lépjeivel eteti meg, mert ez szükséges a fiókáknak a növekedéséhez. A utolsóként, ragadozóként említem a legközönségesebb és leggyakoribbat, a mi nálunk is előfordul, az egerészőjvet. A baglyok közül kettőt említek, a macska baglyot, amely itt a hatalmas öreg fák odvaiban fészkel, valamint a réti füles baglyot, amely az erdei tisztások gyepjein található meg. Próbáltuk a törpekuvikot is megnézni annak idején, de nem sikerült. A harkályok közül a fekete harkályt említem, amely nagyon szívesen száll le a földre és a földön bogarászik. Előszeretettel bontja ki a hangya fészkeket, valamint a fakopány, a fehér hátú fakopáncsot, amely nem csak Magyarországon, de itt is ritkaságnak számít. És hát ami számunkra a magyar főiskolások és tanárok számára a legnagyobb élményt jelentette, a hőcsik, vagy háromújú harkály, ez egy zöld színű jószág, nagyon féltve mutatták be nekünk, éppen eltetett, emlékszel is. Olyan helyeken kellett járni, ahol iszaposult, elmerültünk benne, comb középig a latyakba, de nem bántuk, fontos az volt, hogy láttuk. Te számodra a legnagyobb élményt mi jelentette? A kis légykapu. Éppen bizony. Ez bűbájos madár. A kis légykapu. Láttak már ökölszemet a feltartott farkával. No, ez is így tartja fel a farkát. Szétnyitja, és énekel, csodálatosan. De a rokona, az örvös légykapó sem számít ritkaságnak. Igen. De nekünk a kis légykapu volt nagy élmény, mert Magyarországon meglehetősen ritka. És addig néztük, amíg meg nem untuk. Igen, hála jó Istennek, köszönhető volt a remek vezetőnek. Persze. A erdőszéli bokrosokban fészkel a töviszúró gébics nevét, onnan érdemelte ki, hogy a prédáját a fészke közelében levő ágtövisekre szúrja föl, és ez részben éléskamra, részben pedig onnan csipegeti le és adja oda a már a fészekben, vagy a fészek mellett üldögélő fiókáknak. Emlékszel, egyszer láttunk, hogy egy pockot, egy kölyök pockot. Akkora volt a pockot, mint ő maga, hogy bírta. Fölvitte, fölszúrta, aztán egyet a papának, egyet a mamának nevében adta a gyerkőcöknek. És természetesen, ahol töviszúró gébics van, ott van Karvaj poszáta is. Őt hallottuk énekelni, nevét azért kaptam, mert a képen is láthattuk, kedves nézőink, a szeme sárga, mint a karvaja, és a melle pedig ilyen kendermagos, tehát méltó a Karvaj névre. Az előbb már említést tettem a Szienianovka tóról, ahol számos vízimadár él. Mi kimentünk ide, és jó hosszú busz út volt, hát hatalmas a terület. Itt találkoztunk a bütykös hattyúval, annak idején itt láttuk vadászni a rétisast is.
A területen fészkel a part mentén a pajzsos cankó. El kell mondanom, Magyarországon egy-két pár fészkelése bizonyított eddig. Itt azonban tömegesen fészkel, és a kiállításon, hát, vagy 50 példányt láttam kitömve, de egyetlen példány sem hasonlít a másikra. Állítólag egy angol milliómos horribilis összeget tűzött ki annak a kutatónak, aki két egyforma pajzsos cankót talál, de még eddig nem kelt el a pénz. Láttuk a kiscsért, amely Magyarországon csak nagyon ritkán fészkel. A Dél-Magyarországon a folyó kavicsos medrében, aztán búbos vöcsköt, ami természetes, mert mélyvízű tóról van szó. A bölömbikának csak a hangját hallottuk. Mint általában, de láttuk röpülés közben a két szerkőt, a fattyú szerkőt, amely a vízen úszó növényekre rakja a fészkét, ugyanúgy, mint a rokona, a kormos szerkő. Kanalas récék, említem a récék közül, épp talán azért, mert a legszínesebb a hímje. A vízityúk a nádasok mélyén fészkelt, meg néha még bokrokra is rakta a fészkét, vagy rakja a fészkét, azonban csak a hangját hallottuk, mert olyan, azért is kapta a nevét egyébként, mert olyan a hangja, mint a tyúkor kotkodácsol. Ugyanez vonatkozott a pettyes vízi csibére is. A jégmadár az a meredek partoldalakba válja a fészkét, csodálatosan szép, olyan, mint egy repülő ékszer. A terület azonban mégis az európai bölényekről nevezetes. Amiből nem láttunk. Vadon nem, de mert nem mentünk ki hajnalba. Hát igen. A bölényekről azt kell tudni, hogy teljesen kipusztult Európába, és az állatkertekben meglévő bölényállományból szaporítottak föl annyit, és ebből vadítottak vissza. 1929-ben néhány párt, amelyek majdnem teljesen kiirtottak a II. Világháború során, de hogy a lengyelek milyen remekül kezelik ezt a dolgot, 2006-ban már 312 példány kóborolt szabadon. Nem semmi. Nem bizony. A párzás idején nem ajánlatos zargatni őket, mert a bikák akkor ilyenkor hevesek. Egyébként szelíd jószágok meg lehet őket figyelni. Nagyon őrzik őket, és nagyon vigyáznak rá. Olykor-olykor már néhány selejtes példányra még vadászi engedélyt is adnak horribilis pénzért. Na másik ilyen dolog, itt őrzik az ősi vadlónak, Pszevászkilónak is hívják, de tarpánnak is, ami meg Mongóliában honos, egy kisebb csoportját, látjuk is a képen, ezt is megfigyelhettük, de ezek most nem szabadon voltak, hanem karámban. Hát, ha nézzük ezeket az apró termetű, masszív kis lovakat, honfoglaló őseink ilyennel karistolták be Európát, rendkívül igabíró, fáradhatatlan jószág. Alkalmunk volt találkozni este ilyen buszra, személykocsi valaminek a tetején antenna volt, és megkérdeztük a vezetőt, hogy ez mi? Hát elmondta, hogy 2-3 farkas család él a területen, és ezek ilyen rádiós nyakörvel rendelkeznek, és telemetriás vizsgálatok folynak velük kapcsolatban, nagyon vigyáznak rájuk, de ugyanígy telemetriás vizsgálatokat folytatnak a borzókkal is, amelyek szintén honosak a területen. A róka az azonban szabadon vadászható, azt nem védik, szaporodik is rendesen, tehát nyugodtan lőhető. Ezzel szemben azt a néhány hiúzt, ami még a területen megvan, azt tűzzel, vassal vigyázzák. A főként növényekben gazdag, tavakban, vizes területekben szokott legelni a jávorszarvas. Igen. Nagyon érdekes, ez a nagyorú, hosszú, képen is jól látható, hosszú orú jószág imád legelni a mocsárban. A hasigérő vízben áll, és közben a víz alól legeli le a vízi növényeket, azt lestük, hogy a fenében nem fullad ez meg, de nem, remekül érzi magát.
a híres a gímszarvas állománya, amelyet vadászhatnak is, jó pénzért természetesen. Az őzekkel gyakran találkozhatunk a területen, mi is láthattunk. A vaddisznónak azonban csak a nyomára, a dagonyák környékén a nyomára akadtunk. Természetes, mert a disznó rendkívül jó szaglású és rendkívül élénk, jószág és kerüli az embert. Nagyon ritkán találkozni vele természetben. Viszont van egy tünemény, az aranyos kis állatkája, a mókus, amit ugye mindenki, jaj, de aranyos mókus. Hát bizony, ott, ahol mókus van, ott a madárfészkeknek annyi, mert ez az aranyos kis jószág minden madárfészket kiberel, megeszi a tojásokat, olykor még a fiókát is. Igen ám, csak hogy ő rá is vadásznak, méghozzá nyestek, amelyek fáról-fára tudnak menni, kiválóan mozognak. A nyestre jellemző barna színű ekkora jószág és fehér nyakfótja van, amely elágazik a két láb felé. De a nyuszt is vadászik rá. Neki is van szakálkája. Neki is van, de sárga szín, és nem ágazik el. Az igazsághoz hozzátartozik, a nyest még az ember közelébe is bemegy, itt nálunk is így van. A nyuszt viszont ember kerülő. Mind a kettő szívesen fészkel nagy ragadozó madaraknak a fészkébe, és ott hozza a világra a fiókáit. A földön a rokonuk a menyétke vadászik, ez a barna, csokoládé barna színű szőre van, és a hasa hófehér, és a végtelenségig képes egeret fogni, tehát kipróbálták kísérlet folytán, hogy addig adtak neki egeret, amíg el nem fogyott. 200 egeret megfojtott, és még mindig hajlandó volt, és raktározza. Na most a nyest, illetőleg a menyét, az egyszínű barna, a farka is. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert közeli rokona, valamivel nagyobb a menyétkénél, a hermelin. Nagyon hasonlít hozzá. Az viszont nyáron ugyanilyen barna ruhát visel, télen pedig fehéret, hófehéret, a királyi palástok ebből vannak, viszont a farka vége mindig fekete. Nyáron is, meg télen is, ennek segítségével lehet nagyon jól megkülönböztetni a menyéttől. Ő mindig vizes területhez közel alakítja ki a fészkét, annak idején mi itt a Tiszalöki ártéren is találkoztunk. Igen. Hermelinnel. A sok vizes terület magyarázza azt, hogy itt a vidra nem számít ritkaságnak, sőt, hódok is élnek, és az előbb említett tó partján futó vasúti sínen ültünk órákig, tüzes volt, mint a ménykű, hogy lestük a hódokat. De nem mutatta meg magát. Nem mutatta meg magát, csak a rágott fák és az általa épített hód gátak árulták el, hogy itt bizony élnek hódok. A turisták, mint mondtam, szabadon jöhetnek, mindenkit szeretettel fogadnak, hát hogy ne, bevétel. Igen. Remek szállásokat lehet kapni itt a épületekben is, de kempingben is, és tetejében a terület bejárásához még kocsit is lehet, lovas kocsit is lehet bérelni, ami könnyűvé teszi a terület megismerését. A hatalmas területben több pici kis település is van, volt alkalmunk egyet-kettőt látni, ezek körül, amelyek ott húzódnak meg, és utunk végén egy faragott feszülettel találkoztunk, amit sajnos nem fényképeztem le, és nem tudom bemutatni, de bátran állíthatom, hogy ha valaki szépet akar látni, és lelkileg feltöltődni, akkor az menjen el ide. Megéri. Kedves nézőink, műsorunk utolsó részében mindig azt szoktam kérdezni Piroskától, hogy mondd, te tudtad? Hát most is ezt fogom kérdezni. Véleményed szerint melyik az a növény, amely a magyar ablakok legkedveltebb virága? Muskátli. Muskátli, úgy bizony. És azt tudtad, hogy ez Dél-Afrikából származik? Semmi köze a magyar földhöz. Méghozzá Natal környékéről származik az a növény, onnan hozták be Európába. Itt aztán elkezdték az emberek nemesíteni, és ma nem csak a piros muskátli, hanem a legkülönbözőbb fajtája előfordul, mert itt nem fajról, fajtáról beszélünk. És kérem szépen, ez a muskátli a gólyaorfélék családjába tartozik,
Na, ezt nem tudtam. Igen, hagyd, ha van, hagyd felmagozni. De hihetetlen. És akkor ott van a magja, amely gólya orra emlékeztet. És érezted, hogy jellegzetes illata van. Igen. No, igen. Ez a geránium olajtól származik, amely a levélében van, és ezt a geránium olajat ki szokták vonni, és az illatszer ipar föl is használja. Aha. És a másik ilyen kérdésem, hogy tudod, hogy mióta ismert a radír? Mi köze a világ a természetvédelemnek a radírhoz? Na, ezt húzd ki a jobbogadat. Hát, azt hittem, hogy gumi. Így igaz. Amióta egy Priestley nevű angol kémikus rájött arra, hogy a grafit nyomot a nyers gumival el lehet távolítani. Akkor mégis a gumi. Gumi. A nyers gumival lehet eltüntetni, radírozni. A nyers gumit ugyanis egy Brazíliában őshonos fának a megcsapolásával nyerték, ez a gumifa vagy kaucsukfa, és ilyen vájatokat csináltak a gumigyűjtők, alul egy kis edénybe csurgott bele a nedv, és ezt aztán ilyen lassú tűz és füst fölött forgatva egy rúdra, csurgatták rá, forgatva, és ilyen nagy tömböket állították elő. Ez volt a nyers gumi. Ezeket adták aztán el a gumigyűjtők a begyűjtőbe, és ezt dolgozták fel. De később. Ma már nem ebből készülnek például a kocsi. De még ebből is készülnek. Hát hogy igen, van sokat? Csak hogy a háború idején a németeknek nem volt gumijuk. Mit kellett csinálni? Föltalálták a műgumigyártást. Ma már zömmel műgumigyártást. Lehetetlen természetből látni. Amely komoly versenytársa a nyersguminak. De azért hadd mondjak el valamit. A brazilok és dél-amerikaiak rettentően vigyáztak arra, hogy ez a kaucsukfa termése is ez ne kerüljön ki, mert ez privilégiumuk volt. Igen. Most ezt tudni kell, hogy egy hektár erdőben legfeljebb egy gumifa van. Tehát egy gumigyűjtőnek óriási területeket kellett bejárni, gondoljuk csak meg, hogy egy amazoniai őserdőbe, ahol olyan sűrű, mint a kefe. És mi ennek az oka, hogy ilyen kevés van? Hát az az oka ennek, hogy a... Elnézést. Az őserdők, a trópusi esőerdők olyanok, hogy egy hektáron 300 féle fafaj van. Vagy még több. Tehát egyszerűen nincs. Na elég az hozzá, hogy végül is egy komának sikerült dupla fedelű bőröntbe kicsempészni a magját. Hát az mindig sikerül. És ma a nyersgumi termelés az nem Brazíliába folyik zömmel, hanem Dél-Kelet-Ázsiába. Természetesen, mert ott gyarmatosítottak igen, annak idején igen, az angolok. Igen. Na és még el kell mondani két érdekes dolgot, talán kevesen tudják, kedves nézőink, hogy ugyanez az anyag, amiből gumit lehet gyártani, a gyermekláncfűnek a tejnedve, ugyanez az anyag, és a másik pedig a lakásokba tartott fikusz, kaucsukfügének is hívják. És ebből már a gyermekláncfűből nem csinálnak? De igen, a háború alatt a gyermekláncfű egyik közeli rokonát, a gyermekláncfűnek a neve Taraxacum officinalis, orvosi, mert ugye fölhasználják mindenre, a közeli rokon, amiben több az ilyen nerv, az Taraxacum coxagis, a háború alatt termelték. Édesapám, aki mezőgazdász volt, termelt is coxagist, mindenki röhögte, és hatalmas pénzt vágott le az uradalom, mert a németeknek kellett a gumigyártáshoz. Aha. Tehát nincs is olyan messze tőlünk ez a nyers gumi készítés. Kedves nézőink, mára ennyit, és köszönöm, hogy megnéztek bennünket, hogy meghallgattak, és azzal búcsúzunk mindketten, hogy bízunk benne, hogy következő hónapban újra találkozunk. A viszontlátásra. Viszontlátásra.